csókolom, jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Irénke? Tibornő. Igen. Üdvözlöm, Irénke, hát hol máshol találkozunk, köszönöm. Azt hiszem, ez volt a legegyszerűbb megtalálnunk a templomot. A templomot a falu közepén, igen. Na, egyébként már ezt itt tettünk volna évszázadokkal ezelőtt is, gondolom, hogy régi hát ez... egyházi emlékhelyről van szó, ugye? Igen, egy nagyon régi és egy nagyon híres evangélikus központ volt ez a nemescsói templom és nemescsói gyülekezet. Igen, de nem csak erről híres a település, Nemescsó, mint egy 300 lakosú falu itt Vas megyében, hanem arról, hogy az egyik, a környék egyik, hanem a leglelkesebb önkéntes csapata is itt található, a Nemescsói Tézsula Egyesület. Ma az ő világukat mutatjuk be önöknek. Tartsanak velünk. És Irénkével, hova menjünk elsőként? Hát elsőként szeretném megmutatni a helytörténeti kiállításunkat, ami a régi múltat mutatja be a látogatóknak. Aztán majd délután még jön a jelen is. Az is szeretnénk oda is indítani. Sőt, a jövő is, mert megyünk, majd Kőszegre is készülnek. Kőszegre is nagyon készülünk, igen, az Orsoly napra. Az 1200-as évektől van már, mint csói nevezetességgel, vagy névvel szerepel a község, de egyébként Krisztus előtt 5000 évtől már találtak itt leleteket. Úgyhogy egy nagyon ősi község. Az élőtörténetben önt is láthatjuk Irénkel, ugye? Hát igen, többek között itt épp egy képen a nagymama fog. Egy régi búcsú alkalmával, ez 61-ben van, amikor még összejártak búcsukor az összes környékbeliek is eljöttek az esti bálba, illetve napközben, aki elszármazott is, az mindenki hazajött, és egy találkozó volt. Idefelé próbáltam el megfejteni, hogy mi a Tézsula, mi a megoldás? A Tézsula éppen itt van, ez egy összekötő rúd volt valamikor, ami az igát, és a boronát kötötte össze a két jószág között volt ez, és mivel hogy ez egy összekötő rúd, ezért választottuk ezt a Tézsula nevet. Hogy kicsit szimbolikus. Egy kicsit szimbolikusan, hogy összekötjük a múltat a jövővel, és mi állunk középen, mint a Tézsula. Én mindig egy röghöz kötött egyén vagyok egyébként, és valóban nagyon szeretem a községünket, a múltját, a jelenét, és a múltat szeretem tanulmányozni, a jelenben szeretek szorgoskodni, a jövőt meg szeretném a fiatalokkal elképzelni. Igennel is nem meg kell felelni. Hát, de most körbenézünk Nemescsón, akkor bolt van? Nincs. Posta? Nincs. Kocsma? Nincs. Iskola? Nincs. De hát, ettől függetlenül, hogyha így folytatjuk a mondatot, és mégis itt laknak, és mégis itt élnek sokan, nem? Ahhoz nem kell ott helyben postának lenni, mindennek lenni, hogy az éljen az a település. Nem is a bolt hiányzik szerintem, és nem is a kocsma úgy, mint hogy bolt meg kocsma, hanem a találkozási helyek, amit próbáljuk kiküszöbölni azzal, hogy csinálunk egy egyesületi házat, ahol nem csak a bárki oda mehet, bármilyen egy tea délutánra, akár idősek, akár férfiak kártyázni, vagy akár bármit csinálni. Szóval a találkozási helyek, hogy nincsen tejcsarnok, hogy valahol mindig voltak ezek a találkozási központok, és hogy az emberek találkozzanak. Ezek a fő lényegek. Hát akkor találkozunk ott a többiekkel, ugye? Hát találkozunk, igen. És akkor elérkeztünk a TET, vagy pontosan fogalmazhatunk ugye a jó TET helyszínére. Hol vagyunk, Irénke? Most vagyunk az Egyesült Tézsula Hagyományozó Egyesület egyesületi házába, amit nem régen a nyáron kaptunk meg és újítottunk fel. Nagy örömünkre. És ahol, amit éppen az folyik, hogy itt az asszonyokkal közösen sütünk, főzünk, és most éppen az Orsoly napi vásárra folyik a sütés, ahova mindig sok süteményt szoktunk vinni. Az úgy képzeljük el, hogy a környékbeli települések azért mindenki a saját maga kis sportékáját elviszi, és nyilván olyat akar készíteni, ami rá jellemző? Igen.
igyekszik mindenki a sajátját hozni, ezért ilyen különös és értékes is ez a vásár, hogy mindenki a sajátját megmutatja, illetve a szomszédét megismeri. Már egyiket 72 órával a vásár előtt már sürögni, forogni kell? Egy héttel előtte. A sok alkatrész a sok mindennál, a sütést úgy két nappal előtte szokták a hölgyek elkezdeni. Irénke hívószava, legyen szó telefonon, vagy csak összefutnak, hát nem olyan, hogy az a nemes csó, akkor arra az ember igent mond és jön és itt találja a közösségi házban magát? Hát próbálom egyet mondani. Próbálna nem el? Én ugye nehezen, mert ugye kevés az időm, szeretnék minél többet itt lenni, de ahogy tudok, azért jövök, de nehéz, ugye. 8-an vagyunk mi otthon, a háztartás, minden, de az ember szeretne minél több időt itt eltölteni, segíteni. Katalin mondja, hogy ő nem tud olyan sokat itt lenni. Ő, ha nincs itt, akkor 4 félét küld, úgy fél óra alatt, ugye? Gyere, csináljuk a zibolyka, megmutatja mekkorára vágja, a Júlcsi vágja. Körülbelül így. Akkor a kockákra, jó? És akkor így vágja. Zibolyka segít, mutatja. És akkor úgy. Körülbelül. Kezedre vigyázz. Ja, csak jól fogjunk rá. Ezzel a kanállal kell meg a... Nagyobb kockákat vágjatok, jó? Jó. Hogy nem még nagyobbat? Jó. És akkor át ugye lekvárt tudjunk belerakni. Sokkal kevesebb is elég. Éppen csak megmutatjuk, hogy ilyen lekváros lenne. Itt erre feléreted, és akkor így egy kicsit ráhagyjuk. Próbálj el meg egyet. Balázs, te többet kóstolsz, mint amennyit töltesz. A vámok! Az a részlapja ugyanezt mondta, hogy ebben a pillanatban. Ugyanezt kezdte elkemmelni. Az optimális időt kell eltalálni a gyerekeknél, a koruknál fogva, mert hogyha az a 10-12 éves korig bele van vonva a gyermek, akkor később már van, hogy mihez visszamenni, akkor ezt már próbáltam, akkor megpróbálom azt is. A Bali egy nagyon jó, meg az itt lévő gyerekek is, hogy egyet már csináltak, akkor kipróbálom a másikat is. Szerintem 16 éves korában már később valakit arra nem is akar rájönni. Pista bácsi olyan csendesen van, valamit gondolnák. Pista bácsi jó ember. Morzsolja a kukoricát. Jó ember. Már az is olyan kis pöszén néz, már gondolom, hogy az őszi léből az már sokat vett be. Nyilvánvalóan ez nem egy verseny, már az orsolya nap, de hát azért csak úgy készül az ember, hogy szeretne ott a legjobban szerepelni, ugye? Hát, de van, hogy díjazzák is, be lehet nevezni lekvárokkal, étellel, mindennel, süteményekkel, szörpökkel, mindennyel be lehet nevezni. És milyen eredményei vannak eddig nemes csónak? Hát még olyan nem volt, csak jó. Mióta oda járunk, hogy nem hoztunk volna el helyezéseket. Lehet egy kicsit patetikusan fogalmazok, de az is eszembe jut, hogy az időseknek hát sokszor el kell menni egy gyógyszertárba medicinálni. Hát jó van annál jobb gyógyszer, meg orvosság, elixír, hogyha együtt ők el vannak, nem? Nincs annál jobb, azt gondolom, hogy... Tehát ezt már megbeszéljük, kicsit orvosi műsor is vagyunk már, de valahol azért képletesen ez igaz, nem? Igen, azt gondolom, hogy a legfőbb, hogy a lelket ápoljuk. És ezekre a közösségi alkalmak a legjobbak. Mert ide mindenki eljön, elfeledi a búját, baját, kibeszéli a gondját, és megfeledkezik a problémákról. A gyülekezet csak úgy tudott megmaradni annak idején, és fejlődni, mondjam így nagyjá válni, nem lettünk nagyokká, ha az önkéntességet végigkövetjük a gyülekezet életében is. Mindig egy kis parányi közösség volt. A parányi közösségeknek sokat oda kell tenni ahhoz, hogy valóban megmaradhassanak. Nekik a legnehezebb bizonyos szempontból, ez nem? Így van, ez így van. A gyülekezeti felügyelőrünk mindig mondja, hogy mi sosem tehetünk gombot a persejben. És ez valóban így van. Az áldozatot meg kellett hozni régen is, ahogyan ezt meg kell tenni ma is.
Üdvözlöm, Ádám! Na hát eljött a nagy nap. Intéztünk jó időt, ahogy kérte. Hát az nagyszerű, igen, valóban nagyon jó, nem ekkora hatalmuk nincsen, de azért mégiscsak így kell lássam. Műság, hogy telt a nap, mikor keltek? Lányom, de se fekszik az ember, ugye arról beszéltünk, hogy rengeteg. Az este még éjfélkor fönt voltunk, 5 órakor keltünk, hogy 5:30-kor el tudjunk indulni. Sok apróságot, ugye mindent, hogy összerakjuk, és mégsem maradjon ki semmi. Úgyhogy nagy izgalommal. Mivel készültek ma? Hát ma vadisznópörkölt gyömlegombóccal. A hölgyek csinálták jobban a urasszony gombócát. Mondok egy példát. Itt főztünk 2 éve, 3 éve. Ott egész élet ott gyűlt egy. Most mondjam azt, hogy hát nem egy módos valaki. És akkor vette a bátorságot délután, amikor idejött, akkor nem lehetne azt mondja, hogy egy kis maradék nem marad. Akkor persze mondja, adtam neki 2 adagot, és azt mondja, hogy a jó Isten fizesse meg. Na, ez a mi a... Ez a legjobb fizetség. Biztos is, ennél csak nem kell. Még mindig összeszorul a szívem. Ha egy picit még azon lamentálhatunk tényleg itt az adásunk végén, szerintem izgalmas lehet az is megnézni, hogy mekkora tézsula kell nekünk, mekkora az ideális. Hát ez az ideális tézsula, ugye ahogy az idő halad előre, és a tézsula, mint összekötő rúd, azért mindig hosszabbra kell nyújtani, mert mindig kevesebb az, aki visszaemlékszik a múltra, hogy mit kellene megmenteni. Úgyhogy próbálunk elnyúlni, ameddig csak lehet visszafele, illetve a fiataloknak előre valahogy beleplántálni, hogy micsoda értékek vannak. Hát legyen ez a világ leghosszabb tézsulája. Guinness rekord. Azt hiszem, hogy mi azért nagyjából ezt itt láttuk és tapasztaltuk. Kedves nézőink, ennyit ért a mai műsorunkban. Jó embereket kerestünk. Rengeteget találtunk is. Természetesen egy hét múlva újra számítok az önök megtisztelő figyelmére. A viszontlátásra. Vagy ha fogalmazhatok így, jó étvágyat! Jó étvágyat!